estét, kedves nézőink! Nagy szeretettel köszöntjük Önöket egy varázslatos Weekend stúdióban. Hamarosan közeledik a Valentin nap, és ilyenkor a szerelmesek még nagyobb hívvel fogadnak talán már-már örök hűséget egymásnak, vagy legalábbis elhatározzák, hogy nyáron egybe kelnek. Hát a mai műsorunkat gyakorlatilag egy ilyen lakodalmi, esküvői hangulatba töltjük majd. Vendégeinkkel körbejárjuk ezt a témát a ruhától, az anyakönyvvezetői hivatalban történő dolgokon át, egészen a finom disznótoros vacsoráig. Szóval mindenképpen tartsanak velünk, azt gondolom, hogy tényleg nagyon romantikusak és nagyon mutatósak leszünk, és természetesen mindezt egy kicsit zenével is megfűzerezzük, majd a Night Band muzsikál nekünk igazi kis lakodalmi hangulatban. Nos hát, kezdjük rögtön talán a legizgalmasabb témával, a ruhával, ami ugye a mennyasszonyok számára a legfontosabb. Tamás Lászlóné, Mónika Mona Lisa tulajdonosa, illetve a Da Vinci vőlegények szalonjának tulajdonosa érkezett el hozzánk. Szia, jó estét! Szervusz, üdvözlök! És gyönyörű modellekkel érkeztél, akik hát gyakorlatilag gondolom, hogy csak egy pici kis szeletét tudják megmutatni annak a kínálatnak, ami a ti szalonotokban elérhető. Emlékszem, hogy valamelyik alternatívabb csatornán ment a Mennyasszörnyek című műsor, ami hát ugye megmutatja, hogy minden, még a legcukimukibb lányból is időnként szörnyeteg lesz, amikor készül erre a bizonyos nagy napra. Neked mi a tapasztalatod? Mennyire kezelhetőek a mennyasszonyok? Én nem gondolom, minden mennyasszony egy angyal és egy tündér. Problémák vannak az esküvő szervezéssel, lakodalom szervezéssel kapcsolatban. Rengeteg probléma felmerül, rengeteg ütközőpont van. Természetes, hogy mindenki más képviseli a stresszt, de minden mennyasszony önmagában mennyasszony, és mindig tündér, és picikorától erre készül. Amikor az első pörgő szoknyáját megkapta az óviban az anyukájától, és megpörgette magát, azóta vágyik a mennyasszonyi ruhára. Én 5 éves voltam, amikor beleszerettem a mennyasszonyi ruhába, emlékszem arra a pillanatra is, és ezt választottam hivatásnak, és a mennyasszony, és mindig cuki. Hát, hihetetlen tényleg a kínálat, ugye vannak klasszikus modellek, és minden évben gyakorlatilag újabbnál újabb színek, formák, stílusok. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy nagyon kiforrott személyiségnek és nagyon konkrét elhatározással rendelkező mennyasszonynak kell lenni, aki ezt viszonylag gyorsan le tudja zongorázni. Mert egyébként ott a bőség zavara azt hiszem, hogy szinte mindenkit megszédít. Mi a tapasztalat? Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy valaki tényleg a megfelelő ruhakölteményt válassza ki? Ez egészen változó szangvinikus szokott lenni. Valaki felveszi élete első mennyasszonyi ruháját, vagy másodikat, és beleszeret, és úgy dönt, hogy ennél szebbet úgysem fog találni, de van olyan, aki egyik szalon, másik szalon kínálatát megnézi, de mind a két típusnál jellemző, hogy amint a lányokat eljegyzik, kitűzik az esküvő dátumot, onnantól kezdve az interneten érdeklődnek, nézegetnek, és már egy alapképet kiformálódik bennük egy alapkép, körülbelül az ő alkatuknak mi az, ami igazán előnyös lehet, de internetről nem lehet kiválasztani mennyasszonyi ruhát, ezért bejelentkeznek szalonokba ruhapróbára, és a próba során dől az el, hogy melyik a legjobb. Nem is igazán nagyon mérlegre teszik, beleszeretnek egyszerűen a mennyasszonyok a ruháikba, és lehet úgy érkezik, hogy na, ilyen ruhát nem szeretnék, ilyet is ilyet szeretnék, mutatja a mobilján, egyéb eszközökön, hogy ezeket mentette le, de amikor elkezdünk próbálni, azonnal beleszeretnek, az az egy ruha a sok szépből, az az egy ruha lesz a tökéletes, és onnantól felborul minden sztereotípia és minden gondolat. És van olyan, hogy valaki azt gondolja, hogy neki az mondjuk úgy sem áll jól, és tényleg pont egy olyan ruha lesz, ami a legjobban mutat rajta? Ez nagyon gyakori. Nagyon gyakori, hogy például érkezik egy mennyasszony, nagy hercegnős ruhát szeretne, és kiderül, hogy egy csodálatos sellő ruha lesz az ő igazi álomruhája. Úgyhogy ez mindig próbálni kell. Bejelentkezni, érdeklődni, és nekiállni próbálni. Nézzünk típusokat. Ugye először azzal kezdjük, hogy nézzünk színeket, hiszen a mennyasszonyi ruháknak a világa már nem kifejezetten a fehér az, ami csak divat és csak fehéret vesz fel egy mennyasszony. Persze nagyon sokszor szülőknél még mindig az elképzelés, hogy a mennyasszonyi ruha színe fehér, de most már vannak az elefántcsontszín, ezek az ivory, töltszínek, a champagne-ok, például
annál a ruhánál a tearózsák, a blások, és most már jönnek az ice cake-ek, az ice blue, ez majd igazán a 19-es évben jön be újdonságként, tehát színesedik egy kicsit a mennyasszonyi ruhadivat, a következő a fazon. Természetesen a tanácsadók mindig segítenek. A tanácsadó sok-sok mennyasszonnyal próbál nap mint nap, lát mindenféle alkotót, és először meghallgatjuk, hogy mit szeretne, ami a mennyasszony, és akkor utána ajánljuk, felveszünk azt, amit ő szeretne, utána pedig megkérdezem, én például személy szerint megkérdezem, hogy ide bízod-e magad, bízol bennem-e annyira, hogy kihozom az álomruhád. És akkor általában ugye igent mondanak, igen, mert mindenki a legjobbat akarja. Közben már itt megvillantották operatőr kollégáink, hogy milyen gyönyörű ruhák érkeztek, úgyhogy azért egy picit szerintem annyira szépek a ruhák, és a lányokon tényleg gyönyörűen mutat, hogy mesélj ezekről, Mónika. Ott számomra szinte hihetetlen színeket soroltál itt az előbb, ilyen fantázia neveket. Hát ahogy látom, itt az első ruhán valóban egy kis púder rózsaszín árnyalatú öv, és hogyha az ember tüzetesebben megnézi, akkor bizony ez a ruha sem fehér. Tehát az a sztereotípia, hogy ugye a mennyasszonynak érintetlennek, tisztának és szűznek kell lennie, és ezt a ruhában meg kell mutatni, azért az már hát klasszikusan is a múlté. Igen, de tulajdonképpen a mennyasszonyi ruha, tehát úgy, mint a divat, folyamatosan változik, mindig jönnek újdonságok. Az első ruhánál például ugye ez az úgynevezett tearózsa, az amerikai blás színnek hívják, lehet is rajta látni, egy finom állatnyalatú rózsaszín az alapja, ez ilyen vintage, egy kicsit ez a most divat a vintage esküvő, és de nagyon modern esküvő, ez klasszikus esküvői, lakodalmi partira is alkalmas. Fazonát tekintve hatalmas nagy labdaszoknyája van, enyhe laza hullámokkal, alsó rétege a fodróknak, ugyanúgy visszatükröződik mozgás közben a blás szín, a felső része nagyon szép dekoratív. Gyönyörű, le lehet hűlni ebben. Meg is fordulnánk esetleg a kis modellünkkel, akkor megmutatjuk, hogy milyen szép kivágása van. Hátul nagyon modern, nagyon exkluzív, és ezeket a köveket, amelyek ezen a ruhán vannak, irizáló kőnek hívják, ami azt jelenti, hogy napfény hatására különböző színben tükröződik, tehát piros, sárga, zöld, kékben, de mindenhol a csillogás átüt ezeken a színeken. Nagyon szép. És természetesen az uszályt az fotózásnál viselik a leengedve a mennyasszonyok és a szertartásnál, egyéb esetekben pedig beszerkeztjük a szalonban, és felköthető kényelmesen tudnak a mennyasszonyok benne mozogni. Nos, hát mellette egy piros, de gondolom, hogy ez nem klasszikus a mennyasszonyi ruha, hanem inkább... Igen, ez inkább a menyecske ruha kategória. Ugye van egy olyan gondolat az emberek világában, hogy mennyecske ruha. Mi jut először eszünkbe? A magyaros ruhák. Uh-huh. A magyaros ruha van, volt, lesz, mindig divat lesz, soha nem fog kimenni a divatból. Most olyat pont nem is hoztunk, inkább egy kicsit az eltérőbbet. A piros szín az ugyanúgy maradhat a köztudatban, mint ennél a ruhánál is. De már a fazon modernizálódik, csipke, gyöngyberakás itt is, tütő, táncoló szoknya. Ugye menyecskéknél, amikor van az újasszonytánc, behozzák az újasszony, bemutatják, azért legyen egy kis pörgős szoknyája, hogy legyen hangulat annak a ruhának, ahogy mozog. Egy szűk fazonú ruha nem csinál, nem teremt olyan hangulatot, kicsi kő, kicsi csipkével. A következő mennyasszonyi ruha lesz, ő már a 2019-es tavaszi Sofia Toli kollekcióból való. Nagyon-nagyon különleges ávonalú fazona van, testvá a csípő mellett megy el az ávonal a szoknyának, vízhullámos, de már gyenge vízhullámos, nem azok az erősek, amelyek a 18-as kollekciót jellemzi leginkább, és ávonalú maga a szoknya is, és gyönyörű nagy alsó szoknyába csap ki a szoknya alja. Felső részét tekintve bármilyen lehet, most épp egy elől zárt, de mégis pikánsan nyitott, pikánsan szexi felső részű ruhát hoztunk. Őt úgy hívják, hogy Jászmin, cirkónikövekkel kirakott vékony kis övvel, és ha most meg fogunk fordulni, Tiziana megfordul, nekünk óvatosan, bemutatja a hátulját is, ugye szintén az uszája jellemző, a hátulja pedig mély dekoltás, áttetsző anyag, egy kicsit átsejlik a bőr a csipkék alatt, minimális csipke, kőberakású a csipkéje,
és legyen valami pikáns nagyon, a hátában. Nagyon szépek valóban, csak az időnk elfogyott, Mónika, és nem beszéltünk itt még ugyanennek az újra gondolt menyecske ruhának a pink változatáról, illetve egy valóban klasszikus sellőről. Még azt javaslom, hogy a sellő ruhát esetleg egy kicsit mozgásban tudjuk megcsillantani, és szegény fiúkról már nem is beszéltünk az öltönyökről, de ők végig itt állnak majd mellettem, úgyhogy a nézők igen, akkor végigpásztázhatják a tekintetükkel, hogy nézzük meg ezt a kis sellőcskét is, mielőtt elköszönünk a lányoktól. Sellőfazon, ez egy víz, egy tipikusan 2018-as vízfodros ruha, ivory elefántcsont színben és csipke berakással. Nem kell félni semmelyik mennyasszonynak, aki pánnélküli ruhát választ, mert nagyon szépen bealakítjuk a ruhákat méretre, és ugyanolyan biztonságos, nem fog csúszni, nem fog hozzányúlni. Minden szépen elmondunk, hogy hogyan kell pszichológiailag is, és viselkedésre is, hogyan kell egy pánnélküli ruhát viselni. Hátulja szintén muszájos, ezt a ruhát lehet például csipkevállal, kövesövekkel, különböző megoldásokkal tovább emelni. Rengeteg változat van, nagyon sok mindent meg tudunk mutatni a szalonban. Hát mindenkinek akkor azt tudjuk javasolni, hogy most csak egy picit csillantottunk ezekből a strasszokból, a kövekből, a színekből, a mintákból, de aki téged végighallgatott, az érezte azt, hogy 5 éves korod óta tart ez a szerelem, mert hihetetlen elánnal és szenvedéllyel és szeretettel tudsz beszélni a ruhákról, úgyhogy úgy gondolom, ugyanezzel a szeretettel fogadod majd a mennyasszonyokat, és természetesen a vőlegényeket, anyósokat, apósokat, bárki, aki titeket felkeres. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon kellemes hétvégét kívánunk nektek. Köszönöm, kedves nézők, mi pedig hamarosan egy igazi anyakönyvvezetői tőtől kulisszatitkokat fogunk majd megkérdezni. Ahogy az imént említettem, egy igazi anyakönyvvezető, aztán magamban mosolyogtam, hogy na, vajon milyen a nem igazi, de talán úgy kellett mondanom, hogy egy vérbeli, vagy egy olyan anyakönyvvezető, aki szívvel, lélekkel teszi a dolgát, Veres Ildikót köszöntöm nagy szeretettel, és szerintem lehet, hogy nincs is olyan néző, aki veled ne találkozott volna, úgy, ha nem is éppen szemtől szembe, de mondjuk egy-egy esküvő alkalmával, amikor végighallgatta ugye az általad prezentált szertartás tulajdonképpen. Számoltad, hogy hány esküvő van már a hátad mögött? Nem számoltam, hogy hány esküvő van mögöttem, és igazából azokra emlékezem vissza, amelyek valami miatt engem is nagyon megkaptak. Egy házasságkötésen közreműködni az anyakönyvvezetőnek, mindamellett, hogy nagyon megtiszteltető, és részévé válik annak a családnak a bensőséges ünnepségévé. De vannak természetesen olyan házasságkötések, és vannak olyan párok, akikkel egyszerűen csodálatos ez a munka, mert talán egy picit jobban látszik rajtuk a boldogság, jobban látszik az összehangoltság, az egymás iránti szeretet, mint amit általában gondolunk, mint emberek. A házasságkötés mindig magával ragadó. Egy picit tulajdonképpen akkor ti mindig egy kicsit emelkedett lelkületben vagytok. Nyilvánvalóan ennek a szakmának is vannak adminisztratív részei, amik kevésbé fennköltek, de azt gondolom, hogy hozzátartoznak. Egy házasulandó pár nem csak ott találkozik veletek a szertartáson, ugye, hanem már korábban is föl kell venni a kapcsolatot. Mit javasolsz azoknak, akik minket néznek, hogy mennyivel a kitűzött nap előtt kell titeket megkeresni, illetve hát gondolom, hogy végül is ott kell pontosítani az időpontot, hogy mikorra van hely. Hivatali időben, az ügyfélfogadási időben kell egyáltalán elintézni a jogi részét ahhoz, hogy a házasságkötés időpontjában, akár a házasságkötő teremben vagy külső helyszínen megjelenhessenek a házasulandók a ceremónia céljából, hogy attól a pillanattól, amikor az igent kimondják az anyakönyvvezető kérdésének a feltevését követően házastársakká váljanak, az előzetes eljárás le kell bonyolítani. Az előzetes eljárásnak
szabályai vannak. Természetesen meg kell felelni minden olyan követelménynek, amit a jogszabályok támasztanak ezzel kapcsolatban. Én azt tudom mondani, hogy mindenki érdeklődjön, akár telefonon általános kérdésekre választ tudunk adni, vagy személyesen a hét minden napján van ügyfélfogadásunk, a csütörtöki napot kivéve, tehát azt hiszem, hogy megfelelően tudunk alkalmazkodni a házasulandókhoz. Egy évig érvényes a házassági szándékbejelentésről készült jegyzőkönyv, amit a kollégáim, illetve az anyakönyvi csoport ügyfélfogadásában fölveszünk a házasulandókkal. Nyilatkozatokat kell tenniük, amire figyelniük kell. Érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, ami már a házasságkötés időpontjában is elengedhetetlen. Szükségesek az anyakönyvi kivonatok, itt gondolok születési anyakönyvi kivonatra. Aki Nyíregyházán született és Nyíregyházán köt házasságot, az ő esetükben nem szükségesek a kivonatok, hiszen rendelkezésünkre állnak, tehát ugye egyelőre a papír alapú anyakönyvek. Aki nem Nyíregyházán született, annak lehetősége van korábban kérni, vagy általunk, hogy az elektronikus anyakönyvben rögzítessük a születését, vagy a születési hely szerint illetékes anyakönyvezetőt megkeresi írásban, vagy személyesen, attól függ, hogy az ügyfélnek ez hogy a legmegfelelőbb, és rögzíteti az anyakönyvi bejegyzést. Nyilatkozatokat tesznek, elvált, özvegy, családi állapotot kell, hogy igazoljon, nőtlen hajadon családi állapotúaknak erre nincs szükség természetesen. Ildikó, említetted, hogy ugye nem csak az anyakönyvi hivatalban, illetve a házasságkötő teremben, hanem sokszor külső helyszínen is össze kell adni a párokat. Azt gondolom, hogy ez nagyon népszerű mostanában, hogy valahol egy tóparton, egy szigeten, vagy egy olyan rendezvény helyszínen történik maga a házasság kötés, ahol később aztán a buli folytatódik. Volt már valami nagyon különleges, ami téged is meglepett? Igazából, mint ahogyan kezdtem itt a beszélgetésünk során, minden házasságkötés különleges. A helyszíntől függetlenül. A külső helyszín, amiről most beszélünk, nagyon sok minden teszi függővé, hogy milyenné válhat ez a szertartás. Mindenki úgy képzeli el, hogy ez csak a legfantasztikusabb szabadban, kín. Igen, csak ehhez az időjárás is olyan kell, hogy legyen, ami lehetővé teszi, hogy a házasulandók valóban az elképzelt szertartást, illetve az elképzelt pillanatokat élhessék át a külső helyszínen. Azok a helyszínek, ahol külső helyszínként a házasságot kötjük, természetesen maximálisan megfelelnek minden olyan feltételnek, amely ehhez szükséges, illetve a 2010 évi egyes törvénye ez rendelkezik a házasságkötés feltételeire és a külső helyszínekkel szemben is feltételeket támaszt a házasulandókra vonatkozóan támaszt követelményeket, a körülményeket meg kell teremteni. A körülmények alatt pedig mind a mellett, hogy a megfelelő magasságú asztal, hiszen egy szertartás zajlik, ennek kellékei vannak, mind a mellett a hangosítás, ami szükséges, meg kell, hogy legyen. A házasságkötőteremben, ami pedig mi Nyíregyházán a kollégáimmal, illetve hát úgy gondolom, hogy valamennyien nyíregyháziak büszkék lehetünk a házasságkötőtermünkre, mert a legszebb, vagy legalábbis a legszebbek egyike az országban ez a terem. Mi a teremben biztosítunk mindent, de igény szerint külső helyszínre is megyünk, és itt szeretném elmondani, illetve felhívni a házasulandók figyelmét, hogy az új önkormányzati rendeletünket a házasságkötésre vonatkozóan érdemes megtekinteniük, mert a korábbihoz képest kedvezmények vannak benne, árat csökkentett a városvezetés, illetve Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata, úgyhogy érdemes akár érdeklődni, vagy a nyíregyháza.hu honlapon megtalálják a rendeletünket is. Hát, kedves Ildikó, nagyon szépen köszönjük, és kívánjuk, hogy még nagyon-nagyon sok boldog csillogó szempár álljon veled szemben, és sokan mondják ki előtted Köszönöm. A boldogító igent. Köszönöm szépen. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk egy kis zenével a Night Band muzsikán. Thank you.
Kedves nézők, a Fanni Parti Dekor jóvoltából ilyen gyönyörű, szép stúdióban ücsörgünk, és hát nyilván megteremtettük a hangulatát az esküvőnek, vagy esetleg a lagzinak is. Szeretettel köszöntöm Fodorné Makara Ildikót, ennek az üzletnek a tulajdonosát. Kedves Ildikó, ugye ti is nagyon sokféle igényel, ízléssel, kéréssel, kívánsággal találkoztok. Vannak nagyon furcsa igényű vásárlók, vagy egyáltalán mennyasszonyok mennek hozzátok, vőlegények, vagy esetleg ezt a feladatot átveszi az esküvő szervező? Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Általában közösen jönnek. Most már a vőlegények is kiveszik a részüket, nekik is van hozzászólás. Rengeteg inger éri őket, tehát már ők is látnak képeket, interneten érdeklődnek, látnak sok mindent, úgyhogy beleszólnak a színektől kezdve a dekoráció a helyszínbe. Általában ilyen nagyon extrém igény nincs. Mindenhez próbálunk alkalmazkodni. Színben már konkrét elképzeléssel jönnek. Mindig van az évnek van egy színe, ami most jelenleg a lila, egy ilyen kellemes ibolya lila. Ez a 2018-as. Igen, ami a divat szín lakberendezésbe és ugyanúgy a dekorációba, de nem mindig jelenik meg nálunk ez az évszín. Ezt ami... gondolom, hogy a ifjú párnak az ízlését igen. tükrözi leginkább, vagy talán az, hogy milyen lesz az esküvői ruha, és akkor ehhez gondolják hozzá akár az egész teremnek a dekorációját is. Igen, nagyon sokan gondolkoznak még mindig arany és bordó színben, ami egy trend, tehát az minden évben sokszor visszaköszön, de sokan jönnek már úgy, hogy van egy virágcsokor, a mennyasszonyi csokor, és akkor azokban a színekben gondolkozunk. Ezek általában pasztelszínek, most már egy ilyen letisztult dekoráció, ami a jellemző. Pasztelszínekben a májva, a púder, a vanília vagy krém bézs színek, az almazöld,
amiket nagyon szeretnek, de találkozunk nagyon sok színnel, tehát a narancssal, a pirossal. Gyakorlatilag ezekkel a színekkel ti fel is vagytok szerelkezve, vagy ha valakinek tényleg valamilyen extrém ötlete van, vagy igénye, akkor nyilván erre készítettek egy mondjuk egy teljes, nem tudom, 100-120 fős teremdekorációt. Most már nagyon sok színünk megvan. Igen, egy átlagban egy olyan 120 fő, akik egy olyan 50-től indulunk, 120-150 általában a maximum, nagyon ritka, amikor e fölött van esküvő. Na most, hogyha ugye díszítésben gondolkodunk, akkor azért az egy nagyon széles spektrumú dolog. Tehát mi mindent kínáltok ti ilyenkor? Gondolom, nem csak egy ilyen háttérről van szó, hanem a székektől, az asztalokig, a szalvétákon át, igen. Sok-sok minden. Igen, igen. Hát a mennyasszony vőlegény mögött van a háttér, az asztalterítő székszoknyák, a székszoknyán a masné az általában összhangban van a dekoráció színnel, az asztali futó, a szalvéta. Nagyon korán jönnek már a párok, tehát elég sokat találkozunk, mert a meghívót is megrendelik, és akkor már tudunk beszélni az esküvőről is. Általában a meghívó ültetőkártya, menükártya az egy stílusban vonul végig, és színben is megjelenik már a meghívón is a dekoráció szín. Ez tényleg olyan sok minden. Mennyi időre van szükség, hogy minden elkészüljön? Tehát mit javasolsz? Mennyivel korábban keressék például a ti üzleteteket? Nekünk a dekoráció nem olyan sok, de eleve a meghívó miatt már jönnek egy 3-4 hónappal előtte legalább, hogy hívogatni tudjanak. Én úgy látom, hogy először megvan a helyszín, most az a legfontosabb a pároknak, és utána az időpont, és amikor már megvan az időpont is, helyszín is, akkor jönnek a meghívót készítetni, és akkor utána majd idővel egy olyan 2-3 hónap múlva újra jelentkeznek a dekorációba. Gondolom, hogy egyébként ti pedig nagyon sok egyéb ötletet tudtok adni, akár javasolni valakit, aki mondjuk fotóz, vagy videót készít, mert hát azt gondolom, hogy ilyenkor már nagyon összeszokott az a stáb, aki együtt dolgozik. Nos, hát akkor reméljük, hogy a ti évetek is nagyon színes lesz, és nem csak a lilának különböző árnyalatait, hanem szinte a szivárvány minden színét megtaláljuk majd ezeken a bulikon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ide varázsoltattátok egy kis időre mindezt a hangulatot, és kívánunk nektek is nagyon kellemes hétvégét. Én is köszönöm, és viszont kívánom. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk ezt a témát a híradó után, és tartsanak velünk.